én úgy gondolom, hogy a jászmin virág az illatával beszél a kislány, meg a hangjával illatosan. Móricz Zsigmond Színházban az újranyitás óta három beltéri előadás volt, három vendégelőadás. Tulajdonképpen ezt a három előadást érintette a maszkhasználat. A szabadtéri színpadon nem tettük kötelezővé, de természetesen házon belül kötelező volt. A július 5-e számunkra azért fontos, mert a szabadtéri színpadon az értékesített jegyek eddig kizárólag védettségigazolvánnyal rendelkezőknek voltak elérhetőek, és innentől kezdve viszont bárki megveheti ezeket a jegyeket, úgyhogy én bízom benne, hogy érezni fogjuk a látogatottságban. A Kőszínházban innentől nem kötelező a maszkhasználat. A pódium színpadunk szabadtéri, tehát ott sem kell ezt előírjuk, és a szabadtéri színpadon pedig eddig sem írtuk elő. A szabadtéri színpadnál merült fel, hogy esetleg eltekinthetünk a védettségi igazolványtól, de ott a kulturális rendezvények kivételt képeztek, ezért eddig nem volt rá lehetőségünk, most viszont már megtehetjük, hogy oda is hívjuk a nézőket. A megnyitás után az első másfél hónapban nagyrészt bérletes előadásokat pótoltunk, ezért fel kellett hívjuk, illetve a jegyiroda, szervezőiroda dolgozóinak fel kellett hívni gyakorlatilag az összes bérletest. Itt volt azért néhány olyan néző, aki szeretett volna jönni, de nem tudott. Összességében olyan 20-30% közöttire tesszük azokat a bérleteseket, akik emiatt nem tudták bepótolni az előadást, de nekik is ígértük, hogy amint lehetőségünk lesz rá, nekik is be fogjuk pótolni ezeket az előadásokat. A többieknél igazából csak biztonsági jellegű kérdések merültek fel, akik nem voltak tisztában a jogszabályokkal, arról érdeklődtek. A Vidor Fesztiválig, tehát augusztus 27-ig minden hétvégére tervezünk egy előadást a Rózsakert szabadtéri színpadon, és megkezdi a működését a Bencs Villa is, ide is várunk most már remélhetőleg beltérbe is és kültérre is nézőket. Jelenlegi feltételek szerint a színházi előadásokat, illetve a szabadtéri színpadon az előadásokat minden probléma és akadály nélkül megszervezhetjük. A főtéri koncerteknek a látogatása az még nyitott kérdés, de én bízom benne, hogy addigra rendeződik ennek is a kérdése, és ugyanúgy tudjuk majd fogadni a nézőket, mint 2 éve, illetve az elmúlt 20 évben.